Sziasztok, Peti vagyok és az Ava Group média csatornát nézitek. Ma egy nagyon izgalmas témával jöttem, mégpedig azzal, hogy hogy lehet megigényelni, és mi a pontos menete buktatói a német állampolgárság megigénylésének. Mi feleségemmel tegnap kaptuk meg az Einbürgerungs urkundénkat, tehát tegnap óta német állampolgárok vagyunk, Friss az emlék, úgyhogy egyből el is mondom nektek. Jöjjön az intro, ami alatt időtök van feliratkozni a csatornára, és megnyomni már most a Like gombot. Hamarosan kezdünk! mindenkiben az első kérdés az, hogy de miért akarunk német állampolgárok lenni, miért nem jó nekünk a magyar állampolgárság? Nos, a válasz eléggé kettős. Egyrészt ugye én Schmidt vagyok, tehát én egy sváb családból származom, és mindig is bennem volt személy szerint a feleségemben, nem, mert ugye ő magyar szláv családból matusek, de mindig bennem volt az, hogy ezt a német gyökerekhez egy kicsit közelebb kerülni. Már 2001-ben is dolgoztam Németországba, én akkor is le akartam telepedni itt Németországba. Aztán úgy alakult, hogy elmentünk egyetemre, Sopronba, szerencsémre, mert ott megismertem a feleségemet. Tehát egyrészt én bennem személy szerint az is játszott, az is motivált, hogy, hogy szerettem volna a család gyökereihez, tehát a német gyökerekhez egy kicsit közelebb kerülni, vagy hát annyira közel kerülni, amennyire lehet. A másik része a dolognak a német állampolgárság előnyökkel és hátrányokkal is jár. Vannak a német állampolgárságnak hivatalos előnyei. A hivatalos előnyök egyike például a választási jog. Ugye, hogyha német állampolgár vagy, akkor elmehetsz választani bundes szinten. Amiről annyira nem szeretnek a németek beszélni, hogy a Grundgesetzben van egy Deutschen Grundrecht, tehát az alaptörvényben, ha te német állampolgár vagy, azért egy kicsit megkülönböztetnek. Tehát van Hát nem lehet máshogy nevezni, mint származási megkülönböztetés. Ha nem vagy német állampolgár, akkor nincs annyi jogod az alaptörvény által már. Ugye a következő pont az főkép az EU-n kívülről érkezőkre vonatkozik, hogy egy tartós tartózkodási jogot ad a német állampolgárság nem lehetsz hivatalnok Németországban, hogyha nem vagy állampolgár. Ugye ez gyakorlatilag nem lehet rendőr, nem lehet városházán hivatalnok, és vannak olyan szakmák, ami viccesen például a kukás ember. Nem viccelek, a kukás ember az pont egy olyan szakma itt Németországban, amit csak állampolgár lehet. Lehet és most itt, hogyha jönnek a kötekedők, vannak olyan kukás cégek, ahol dolgoznak nem német állampolgárok, de ők nem ö, a, ö, hogy hívják ezt magyarul, szemét kezelési szakemberek, hanem ők segédmunkások. Jó? De hát úgy rendesen kukások, amúgy a kukások itt Németországban elég jól meg vannak fizetve, és meg vannak becsülve, tehát ö, vannak olyan részei az országnak, ahol kimondottan egy, egy, egy király szakmának számít. Ö, utána megint csak, ugye az EU kívülről, bocsánat, hogy oda nézek, de ott a forgatókönyv. Tehát az EU-n kívülről érkezők számára van az EU Freizügigkeit, ami azt jelenti, hogy az Európai Unión belül bárhova költözhetsz, bárhova mozoghatsz. Ugye ránk ez már nem vonatkozik, hisz mint Európai Uniós tagállam, minden magyar állampolgár Európán belül bárhol élhet, letelepedhet, nem kell neki vízum, nem kell neki tartózkodási engedély, semmi ilyesmi. A következő az a konzuli védelem. Ugye, hogyha külföldön vagy, mondjuk tájföldön és valami történik, akkor elroboghatsz a német konzulátushoz, és ott kapsz segítséget a német konzulátuson. És ugye nem minden még európai szinten sem, nem minden ország vízum vagy nem minden ország lakosa vízummentes minden országában a világnak. Tehát vannak olyan országok, ne kérdezz meg, nem tudom, olvas utána, hogy feltételezem, hogy ilyen Malajzia meg ilyenek, mert ott elég sok német él, tehát oda nem kell neked vízum, mint még magyarként kellhet vízum ezekbe az országokba. És vannak a nem leírt előnyök. Elmesélek egy nagyon rövid sztorit. Itt éltem már két-három éve Németországba, az alattunk lévő lakást, ugye, amit ezt egy fönt megvetük alul még bérlők voltunk, azt felújítottuk, és pont a mögöttem lévő, vagy hát nem látjátok, mert zöld háttér van, de a zöld háttér mögött lévő szekrényt akartam elhozni az IKEA-ból, és én nagy erővel oda mentem a kis meldesájnommal, ugye, amivel gyakorlatilag a lakcímkártya csak ez ilyen A4-es, elmentem az IKEA-hoz, hogy szeretnék utánfutót bérelni, és közölték velem, hogy nem adnak. Tehát az IKEA, aki egy svéd cég, és nagyon liberális ugye Svédország, itt Németországban nem ad neked utánfutót, csak hogyha van német személyi igazolványod. Na, ennyit az EU Freizügigkeitról, meg ennyit a meg nem különböztetésről. Jó? Úgyhogy például ez az eset volt az, amikor még a feleségem is azt mondta, hogy eddig gondolkodott, ettől a ponttól önnek is kell a német állampolgárság. Megint csak nincsen leírva, de az ö, munkaerőpiacon is nagyobb esélyed van, hogyha német állampolgár vagy, és aztán azt végképp nem mondaná ki senki, de így van, tudjuk, ha német állampolgár vagy, akkor más jobb bérezést kaphatsz az esetleges jövőbeni munkaadótól. A német állampolgárságnak vannak hátrányai is. Bizony, ez így van. Az egyik, amire biztos, hogy mindenki elsőképp gondol, az, hogy katonai kötelezettség. Tehát a Németország háborúba vonul, olyan igazi háború-háborúba, tehát ilyen világháború szintűbe, akkor én kaphatok innentől behívót, hogy mentsem, vagy védjem meg a Fáterlandot, ugye itt németeknél nem anyaország van, hanem apaország, a, a támadás elől. Ez egy hátrány. A német állampolgárságot, amikor megszerzed, akkor két esetőség van, vagy Európai Uniós állampolgár, vagy már máj, vagy nem. Ha nem vagy Európai Uniós állampolgár, akkor mindenképpen azonnal le kell mondanod a másik állampolgárságodról. Amennyiben viszont Európai Uniós országból jössz, tehát jelen esetben ugye Magyarországról, nem vagy köteles lemondani az állampolgárságodról, ellenben javaslod. Nagyon vicces a helyzet, most a Brexit miatt is, mert ugye amíg az angolok idejöttek, Európai Unió volt, megszerezték mondjuk a német állampolgárságot, most a Brexit révén elvileg, ha ugye most tárgyal az Európai Unió az angolokkal, ha elfelejtik belevenni a passzust a tárgyalásba vagy az a szerződésbe, akkor azoknak a az angoloknak, akik megigényelték a német állampolgárságot, vagy azoknak a németeknek, akik angol állampolgárságot igényeltek meg, el kell dönteniük, hogy a kettő közül esetleg melyiket kell leadni. Azt is tudni kell, hogy ha kettős állampolgár vagy, akkor van még két veszély, vagy hát két probléma. Biztos, hogy hallottátok azt, mikor tavaly-tavaly előtt az Erdogán Törökországba Fogva tartott néhány ilyen ö, újságírót, meg volt költük, azt hiszem két újságíró csaj is, akiket nem adtak ki, holott volt német állampolgárságuk. A helyzet az, hogy amennyiben van kettős állampolgárságot, és ugye ezeknek a török újságíró csajoknak volt egy török útlevelük, meg volt egy német útlevelük, amíg van török útlevelük, vonatkozik rájuk a török törvény, és nem adják ki őket. Mondok egy másik példát, jövő nyáron vége a koronának, lehet utazni, mi a feleségemmel hazautazunk Magyarországra, és Magyarország úgy dönt, hogy lezárja a határokat, senki nem mehet ki a határon. Oda megyünk a határhoz, felmutatjuk a német útlevelet, ugye elvileg ki kell engedni, mert hát nem vagyunk magyarok, Viszont, ha ő megnézi a rendszerbe és látja, hogy mi kettős állampolgárok vagyunk, akkor mivel nekünk még megvan a magyar állampolgárságunk, simán mondhatja azt, hogy ne tovább, vissza Budapestre nem léphettek ki az országból. Ö, és ugyanez visszafelé is. Illetve mivel kettős állampolgárok vagyunk, ezért kötelesek vagyunk mind a két igazolványt magunknál hordani, mert Magyarországon a magyar rendőr kérheti a magyar személyit, míg Németországban a német rendőr kérheti a német személyit, hogyha esetleg a magyart mutatnád föl. Mert ő az rendszerbe esetleg látja, hogy van az is. Ugye, hogyha német állampolgár vagy, akkor ez nem kimondottan hátrány, de így van, hogyha meg szeretnél igényelni egy nem EU-s állampolgárságot, akkor mindenképpen le kell adnod a német állampolgárságot. De ez sem lehet akárhogy. Pontosabban nem, rosszul mondom. Meg lehet tartani mind a kettőt, de nem lehet akárhogy. Mondom, hogy hogy megy. Mielőtt, nagyon fontos, mielőtt megigényelni mondjuk az amerikai állampolgárságot, Németországba be kell nyújtani a kérelmet, hogy szeretnéd, szeretnél megigényelni egy másik nem eu állampolgárságot, de szeretnéd megtartani a németet is. Ez egy pár hetes procedúra normális esetben, és vagy megkapod az engedélyt, vagy nem. Ha nem, akkor nincs mit tenni. Ha megkapod az engedélyt, akkor az engedély megérkezését követő napon igényelheted meg például az amerikai állampolgárságot. Ha ezeket az időpontokat nem tartod be, tehát még nincs nád az engedély, de te már megrendelted az amerikai állampolgárságot, és menet közben megkapod az amerikait, azonnal automatikusan elveszted a német állampolgárságodat. Jó. Milyen feltételei vannak annak, hogy te német állampolgár lehess? Felhívom a figyelmeteket, hogy ezek a törvények folyamatosan változnak. A idén júniusban, tehát 2020 júniusában, azt hiszem 13-án változott utoljára a törvény ezzel kapcsolatban, meg egyéb mással is, úgyhogy mindig ez most a jelenlegi állás, ugye most 2020. december 12-e van. 11. Valahogy így. Az első, hogy már legalább 8 éve itt kell élned Németországban. Annyi könnyítés van, hogyha te most épp a hetedik évedet tölt. Vagy hogy van? Így van, hogyha a nyolcadik évedet töltött, tehát 7 éve vagy itt, és most vagy a nyolcadik évbe, akkor megigényelheted az állampolgárságot, meg is kaphatod, de a papírokat csak a nyolcadik év lejártával ö, veheted át. A következő, hogy kell, hogy legyen tartózkodási engedélyed, ugye Európán belül ez nem gond, hisz Freizügigkeit kezetsz van, viszont hogyha Európán kívülről jössz, akkor, akkor, kell, hogy legyen egy letelepedés engedélyed, meg hát 8 éve valahol dolgoztál biztos. Tisztázottnak kell lenni a papírjainak, meg kell lenni a régi útlevelednek, vagy legalább a régi személyidnek. Le kell tenni egy esküt, amiben fölesküdsz a német alaptörvényre, és megesküdsz arra, hogy betartod a német törvényeket, illetve azoknak nem fogsz ártani még egyszer, hogyha Európán kívülről jössz, Európai Unión kívülről jössz, akkor le kell adnod a régi állampolgárságodat. Kell legalább B1-es nyelvvizsgádnak lenni, erre még visszatérünk, mert rohadt vicces. Sztorin van vele kapcsolatban. Meg kell csinálnod egy úgynevezett Einbürgerungstestet, vagy másnéven néven Leben im Deutschland test. Ez 60 percet van 33 kérdést megfelelni, 17 kérdésre jól választ kell adni. Én 32-re válaszoltam jól, mert egyik kérdést a nagy kapkodásba elrontott, vagy hát nem jól értelmeztem, egy másik kérdésre gondoltam. 10 perc alatt kim voltam a vizsgáról. Az, aki idejön és részt vesz az integrációs kurzuson, ugye, amiben van egy B1-es kurzus, illetve van egy ez a Leben im Deutschland test, ő ezt mindegy kalap alatt le tudja tudni. Ugye ez az integrációs kurzus, ez ö, úgy van, hogy fizetni kell érte, de hogyha jól zártad le, akkor visszakapod a pénzedet a végén, és ilyen jelképes összeket kell fizetni, és nagyjából fél vagy egy éven keresztül tart, ö, attól függ, hogy B1 vagy B2-re stabil bevételi forrásodnak, megélhetési forrásodnak kell lennie, ezt ellenőrzik. tehát azért, hogy ne élősködj ugye a német állam nyakán. El kell fogadnod a német élethelyzetet. Ez hülyén van megfogalva, az a lényeg az, hogy nem lehet háromod, nem lehet háremed, nem lehet több nejűségben élned. tehát a nem így írja le, de hát gyakorlatilag a keresztény normáknak meg kell, hogy felelj, és nem lehetsz elítélt. Tehát sem most, se korábban nem lehettél büntetett előéletű. A német államforgásság megigénylésének vannak költségei, ezt is emelték idén, eddig ilyen 180 euró körül volt, jelenleg 255 euró fejenként, és 51 euró kiskorú gyermeknek. Valamint, és nagyon fontos, majd erre még kitérünk, 50 centet elkenek minden fénymásolt oldal után. Tehát nekünk is azt hiszem 4 oldalt fénymásolt, ezért 2 euróval többet kellett a végén fizetnünk. Tehát minden legyen nálad egyszer eredetibe, meg, meg fénymásolva, de erre visszatérünk. Mi a menete az állampolgárság megigénylésének? Nagyon-nagyon fontos, hogy Bundeslandonként és Landkreizonként is változhat a menet. Ezért. Tehát az első lépés az, hogy magadra veszed az internetet, és megkeresed, hogy a lakóhelyedhez hol van a te Landkreizodban legközelebb olyan hivatal, ahol ezt lehet intézni. Ugye általában úgy találod meg leghamarabb, hogy beírod az internetbe, hogy mit tudom én, Landkreis, tehát Ansbach. Einbürgerung, ugye állampolgárság felvétele. És ki fogja adni, hogy, hogy hol van hozzá legközelebb. Például itt nálunk Rotenburgba mindent el lehet intézni, de ezt ehhez el kell menni Ansbachba, ugye mi Ansbach megyében vagyunk. és ott megnézed, általában úgy van, hogy több néni vagy bácsi dolgozik az irodában, és vezeték név betűje szerint vannak feloszva. Tehát van valaki, aki A-tól M-ig, és akkor van egy másik, aki M-től X-ig vagy Z-ig foglalkozik az ügyfelekkel. Általában ezen az oldalon fönt van maga a kérvény, ez egy 8 oldalas dokumentum, meg is tudom nektek mutatni, egy ilyen teljesen egyszerűen, értelemszerűen kitölthető kérdőívről van szó, semmi niksnak, illetve, illetve közvetlen mellette van még egy ilyen uh, anlage, cum zum Einbürgerungs amiben még egyszer össze van foglalva, hogy mi minden az, amire szükséged van, itt alul le van írva még a költsége is, meg itt írja az 50 centet is a fénymásolásról. Tehát összeszeded az összes papírt, ami ezen rajta van. Kitöltöd azt a 8 oldalt, nyilván nem kell mind a 8 oldalt kitölteni, azokat a részeket kell kitölteni, amik rád vonatkoznak. És utána mondom, hogy minek kell meglennie akkor, amikor majd fölhívod és kértek a feleségeddel, pároddal, gyermekeiddel egy időpontot. Ugye most korona idő révén bonyolult egyszerre bemenni. Mi nekünk még úgy volt, amikor először voltunk, mi mind a ketten bemehettünk, de most, amikor az eskütétel volt, akkor már egyenként kellett bemenni. Tehát kell egy biometrikus fotó. Kell ez a papír 8 oldal kitöltve, Kell egy önéletrajz, egy szakmai önéletrajz gyakorlatilag. Kell a jelenlegi útleveled, vagy, vagy igazolványod, ugye a magyar. Kellenek a B1-es nyelvtudásodat igazoló ö, papír, tehát nyelvvizsga igazol, nyelvvizsga bizonyítványod. Ö, kell az a papír, amit a Leben im Deutschland teszt vagy hát a, ugye az Einbürgerungs végén kapsz, hogy abszolváltad a tesztet. Ja, ezt nem mondtam, ebbe a tesztben ilyenek vannak, hogy hány Bundesland van, nagyjából, hogy működik a német jogrendszer, ki a kancellár, meg, meg, meg ilyen 33 kérdés. Tehát egy Két órát odaülsz, és simán meg lehet tanulni. Nem egy bonyolult dolog. Meg rengez, eléggé logikus is. Üm, kell egy születési anyakönyvi kivonat. Na most, itt kezdődik a storizás, majd még lesz egy másik, mert ugye vagy az új kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat kell, vagy a, ha régid van, akkor azt vagy lefordítatod, de sokkal egyszerűbb, mert gyakorlatilag ingyenes csak a postázás kell kifizetned, hogyha írsz, ugye mi Bajorországban vagyunk, tehát mi Münchennek írtunk, vagy Nürnbergnek, mert most már ott is van ilyen mellékkonzulátus, leírod, hogy mire van szükséged, ők e-mailbe, ők visszaírnak, hogy vagy megkapod a formanyomtatványt vagy a Müncheni konzulátusnak a honlapjáról le lehet tölteni, ott van egy formanyom, tehát hogy mit szeretnél, hogy házassági anyakönyvi kivonatot, vagy, vagy születési anyakönyvi kivonatot leírják, lehet kérni egyből teljesen ingyenes egy nyelvre egy fordítást, és, és ezt visszaküldöd, na, az sokáig tartott. Az, hát lehet, hogy két hónap is volt, mire megjött. Az tartott legtovább, tehát mindent elintéztünk volna már szerintem október-szeptember magasságában, hogyha erre nem várunk két hónapot. De ez most nem panaszkodás, egyszerűen lassan örülnek a magyar malmok, illetve igazából úgy volt, hogy ugye fölhívtuk őket, hogy na mi van, és ja, 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 itt van az asztalomon, tehát a kis csaj Münchenbe ült rajta, nem akarom bántani, de ez van. Ugyanúgy Hogyha van gyermeked, akkor nekik is kell a születési anyakönyvi kivonat. Hogyha házas vagy, akkor kell a házasságkötési nyakönyvű kivonat, szintén kétnyelvű. Például a miénk, ugye mi 2008-ban házasodtunk, a miénk már kétnyelvű volt. Tehát az, az, ami volt, az, az teljesen megfelelt. Hogyha elvált voltál, vagy vagy, akkor kell a vállásról a papír lefordítva. Hogyha nyugdíjas vagy, akkor kell a nyugdíjas, nyugdíjadat igazoló papír, mindenkinek kell az elmúlt három hónapból a ö, bérpapír, ugye amit minden hónap végén kapsz a bérelszámolás, kell a nyugdíj igazolásod, tehát a német nyugdíj igazolásod is nyolc éve itt vagy Németországban. Ö, így van. Hogyha munkanélkül vagyok, akkor kell a munkanélküli pénzigazolás, bár akkor általában nem kapják meg az emberek, csak szólok. Tehát akkor kapod meg könnyen az állampolgárságot, ha van állásod. Jó, és amit itt nem ír le, viszont tőlem kérték, vagy hát tőlünk kérte a néni az egy munkáltató igazolás, erre van neki is forma nyomtatványa, illetve elfogadják, hogyha a munkáltató ad egyet, és ö, tőlem kértek egy munkaköri leírás, mivel én projektmenedzser vagyok, az én ö, munkakörömmel nem tudtak mit kezdeni, ezért nagyon kedvesen fölhívott, hogy Herr Schmidt, amúgy hozzá kell tennem, hogy a Frau Serbi itt Ansbachba egy egy sát, egy, 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 igazi nemzeti kincs. Nagyon aranyos, nagyon normális. Nem tudom azt mondani, hogy az egyetlen normális német, akivel összefutottam 8 év alatt, de az biztos, hogy nagyon kevesek közé tartozik, akik úgy csináltak a dolgokat, ahogy kell. Normális volt a hangneme is, elmagyarázta, megkérdezte, hogy megérte, tehát, tehát top, abszolút, abszolút. Na, fölhívott, hogy akkor Ö, kell egy Jó lenne egy, egy munkaköli leírás. Ja, illetve, hogyha a házastársad már ö, állampolgár lenne, tehát mondjuk hozzámész egy német faszihoz, ö, igen, telajos, akkor ö, kell az ő állampolgárságát igazoló okmány is. Tehát, mikor összeraktad az összes papírt, akkor fölhívod a hozzád tartozó nénit vagy bácsit, mondom még egyszer, nálunk egy végtelek, végletegig aranyos néni volt, és elmondott, hogy mit szeretnél, ugye ők általában csak ezzel foglalkoznak, és, és eh, magad előveszed a papírt, és végigbeszéltek, hogy megvan, megvan, igen, megvan, mit kér még eh, pluszba, és akkor kaptak egy időpontot, amikor bementek mind a ketten, hárman, négyen, ahányan vagytok, és ott a néni átnézni a papírt, illetve én úgy csináltam, hogy mindent már előre elküldtem beszkennelve e-mailre, és hozzáteszem, hogy a mi nénink ezt meg is nézte előre e-mailbe, tehát le a kalappal. Már úgy mentünk oda, hogy ő tudta, hogy mi a probléma, <laughs> nagyon vicces. Üm, és akkor leültettek, a néni mondta, hogy akkor előbb megcsinálja a feleségemet, az Ernát, minden, izé, rendben van, rendben van, kaptok ott még papírokat, amit ott helybe alá kell érni, ki kell tölteni, ilyen titoktartási nyilatkozat, akkor valami tizenvalahány oldalon felsorolták a pagidától kezdve az összes jobbos és balos és, és ö, ö, mindenféle ilyen iszlamista ö, cucc, hogy melyiknek vagy a támogatója, hogy bármelyiket, hogyha úgy. Hogy a bármelyikre azt mondod, hogy támogatod, vagy tagja vagy, akkor, akkor kész vége. Tehát ott, akkor nincs ott mint keresni valód. De föl, tehát a tizenvalahány oldalon te, én annyi X-et még életemben nem írtam egyszerre. Üm, és akkor megcsálta az Ernát, minden rendben, és akkor mondja, hogy hát, Smitur, van egy kis baj. Na, no, hát milyen baj van, basszus, én vagyok itt a a legnémetebb magyar a, a, az egész. Hát az nem azzal van baj, csak hát azzal van baj, hogy ugye a Rigó utcai, erről már készült egy videó, a Rigó utcai nyelvvizsgát a német állam nem fogadja el semmilyen körülmények között. Pazd meg. De a néni nagyon rendes volt, és mondta, hogy hát most én vagy elmegyek és csinálok egy gőtés, vagy egy telces nyelvvizsgát, vagy csinálunk még egy időpontot, amikor ott előtte írok egy önéletrajzot, meg pár oldalt, <laughs> másfél oldal sikerült írnom a hobbimról. Hát, mondom, jó, akkor egyrészt én most nekiállok vitatkozni a Rigó utcával, vagy hát annak a jogutódjával, ami teljesen fölösleges volt, mert tényleg nem fogadják el. De a sztorinál csak, csak, hogy sztorizunk egyet, az volt, hogy az Ernának a fényképét még meg akartuk csinálni. És elmentünk a, a bevásárlóközpontba, az a fényképet csinálni, visszamentünk, mondom, akkor én beszadok a, fényképpel, és akkor néni ott ül, és akkor mondja, hogy addigra kinyomtatta a papírt, amit kaptak, tényleg a német állam írt. Tace Pau, A4-es, hogy Rigó utcai nyelvvizsgát nem fogadunk el. Nyilván, mert olyan rohadt sokan árulják az ecserin. És hát akkor mi lesz? Hát így ránéz az olajjel, hogy a 25 perc múlva jön a következő ember. Mondom, és? Hát, hogy akarok-e önéletrajzot életrajzot írni meg izét? Hát mondom, hogy a fenébe -e? Leültem, te, olyan, zzz, így, nem is tudom, hogy olvasták el, de írtam egy rohadt gyors két oldalas önéletrajzot, meg írtam másfél oldalt ugye a hobbjaimról, Youtube, repülés, tralala. És akkor mondta a, a szerbi néni, hogy, hogy akkor ő ezt most fölküldi a német belügyminisztériumnak, aztán majd ők eldüntik, hogy tudok-e németül beszélni. Há, mondom, fasza Ö, Aztán ugye a, a ez még valamikor október tájt volt, nem. De szeptember október tájt volt, és ugye kikértük a, az anyakönyv kivontokat, amire két hónapot kellett várni, akkor azt beleraktam ugye, amit kellett papír fénymásolatot is, ugye, vigyél magad a fénymásolat, meg 50 cent per oldal, beraktam egy borítékba, beküldtem, akkor egy hét múlva fölhívtam, hogy megjött, persze megjött, minden rendben van, föl van küldve, várunk és hát ugye ez most novemberbe jött meg a levél, és akkor csütörtökön, ezen a héten, tehát 9-én jött a posta, hogy akkor hívjuk föl a szerbi nénit, mert hogy eskütételre időpontot kell kérni. És tehát megvan az állampolgárság, csak el kell menni még időpontra. És akkor fölhívtuk, akkor mondta, hogy hát igazából holnap van időnk. No, persze, megoldjuk. És akkor másnap, tehát tegnap, tizediktikén, a feneset se tudja már, tehát pénteken, de tegnap volt, ezt tudom, mert a szombat van. Bemegyünk szépen, fölöltözünk, izé, néni, fogad minket, aranyos volt megint, ütt a papír, ugye, kapsz egy ilyen fejtágítás, lényegében a felét, amit az előbb elmondtam, azt még elmondja, és akkor föl kell állni, elmondod az esküdet, hogy ugye, amit az előbb mondtam, és, és akkor odaadja a kis zöld papírt, adatvédelmi okokból most ezt így direkt nem lobogtatom nektek, de van, és, és bele a szép borítékba, hogy ne gyűrödjön, és akkor jött az Erna, közben én meg már telefonáltam a itteni városházával, hogy, hogy akkor ö, útlevelet meg, meg személyt érdemes csinálni. Ezek után, hogyha szeretnétek németesíteni a neveteket, akkor el lehet menni a Standesamthoz, hoz általában az ö, nagyobb ö, falukba, városokba van, és ott lehet ö, nevet változtatni. Ugye én még a Pétert ével írom, tehát ékezettel, és elgondolkodtunk azon, hogy ezt az ékezettől megszabaduljunk, és fölhívtam, ők ott is egy nagyon aranyos nénivel beszéltem, azt mondta, hogy egy ilyen ékezet eltávolításért nem is kell fizetni, hogyha ilyen komolyabb névváltoztatás van, azért kell, de ilyen egybetűért nem kérnek el pénzt, és azonnal, tehát a kapsz időpontot, azonnal lehet menni személyit csináltatni, oda is kell biometrikus ö, fénykép fényképet vinni. Úgyhogy gyakorlatilag ez a menete annak, hogy az ember megkapja a német állampolgárságot. Köszönöm, hogy itt voltatok eddig, és végignéztétek a videót. Ha tetszett, akkor nyomjátok meg a like gombot, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a kis harangot a feliratkozás gomb mellett, hogy értesítést kapjatok az következő tartalmakról, de legtöbbet az segít, hogy ezt a videót megosztjátok Facebookon, vagy Twitteren, vagy akárhol ismerőseitekkel, hogy ők is minél ö, több információt kapjanak, például arról, hogy hogy lehet német állampolgárságot igényelni. Hogyha anyagilag is szeretnétek támogatni a csatornát, akkor pedig a Patreon oldalunkon keresztül akár havi 1 euróval is tudtok minket támogatni, minden egyes centjét ezeknek a támogatásoknak valamilyen eszközre fordítunk, vagy a szoftveres háttérre fordítjuk, hogy jobb minőségben tudjanak elkészülni a jövőben ezek a videók. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!